Szegedi Kovács György epilógus. Az első drámaíró műve ma sem ért véget. Főszereplő fia, mint színész rendező úgy ígérte, ha majd kijön meghajolni vakítón fehér ruhában, s magasba emeli két lyukas tenyerét, a legfelső erkélyen helyet foglaló szerző felé, akit a közönség még soha nem látott, akkor lesz vége. És megtapsoljuk majd az erkélyen felállót. Ő hatalmas bánat szántott a tenyerével. Sírón alázatos mozdulattal visszamutat fiára. Hangrobban a dicsőítés, majd mi ránk is, mintha nekünk is járna némi elismerés. Szárnyas lények sokasága már nekünk tapsol. Csodálkozva veszük észre, hogy a lyukas kezű ruhája rajta.